áron alul kiadott üzletek és szóbeli szerződések alapján kifizetett 100 milliók a budai várban. A fejlesztésekkel megbízott cégvezető sajátjaként kezelte az ingatlan vagyont. A stúdióban Brückner Gergely. Böckner Gergely cikke után, ami az Indexen jelent meg, egyébként óriási üzengetés kezdődött az ügy érintettjei között. Úgy tűnik, hogy fejek is fognak hullani, bár az is lehet, hogy egyébként is hullottak volna. Minden esetre most már abszolút radaron és szem előtt van a történet, hogy döbbenetes visszaélések történhettek a budai várban és a várbazár kapcsán. Jó estét kívánok! A cikk indított el egy lavinát, vagy zajlott már a háttérben valami elég súlyos folyamat, ami lehet akár leszámolás, lehet akár egy valódi átvilágítás, és ezt egyszerűen sikerült időben megírni. Ebben az esetben egy viszonylag szokatlan újságírói módszert választottam. Ezen a héten hétfő este tudtam betekintést nyerni ebbe a tanulmányba. Nem voltam benne biztos, hogy csak én jutok ehhez hozzá, vagy más is, tehát kedden azonnal írtam erről egy anyagot. És hát bizonyos szempontból én is utána próbálom rekonstruálni az eseményeket, hogy mi történhet a Várkertbazár és a budai vár átvilágítása környékén. Nekem úgy áll össze a történet, és ez már részben utána tudtam meg, hogy a miniszterelnökség megbízásából zajlik egy átvilágítás, vagy vizsgálat, különbözőképpen nevezhetjük, és ugye Lázár János a Kormányinfón tegnap azt mondta, hogy június 30-án fog ez lezárulni. Tehát valószínűleg az a fázis, amikor én erről tájékoztatást tudtam adni, az nem a végleges vizsgálat volt, hanem ennek egy, hát egy bizonyos megállapítása, egy bizonyos szlájdok, oldalak már eljutottak hozzám. Hogy jött el az ilyesmi újságíróhoz? Akkor ezek szerint ez egy még félig kész, egyáltalán egyelőre nem hivatalos, belső átvilágítási anyag? Arról mindenképpen meg tudtam győződni, hogy ez egy komoly munka, tehát nem az volt, hogy valaki kinyomtatott egy levelet, hanem gyakorlatilag olyan struktúrában volt már szedve az, ami eljutott hozzám, hogy látszott, hogy komoly cég ügyvédek bevonásával készítette. Többek között láttam egy olyan oldalt, amin hát gyakorlatilag 6 vázlatpont alá voltak rendszerezve azok a visszaérések, amik történtek, és ugye, amit én mondjuk jobban bemutattam, azok talán ezek a jobban megfogható, de valójában nem annyira súlyos visszaélések, áron alul kiadott lakás, vagy szerződés nélkül a cégvezető által használt lakás esete, de voltak azért valóban a bevezetőben említett ennél jóval súlyosabb közbeszerzésekhez kapcsolódó ügyek is. Hát gyakorlatilag ez úgy jutott el hozzám, hogy valakit zavart ez a dolog, természetesen forrást azt jelen esetben sem, más esetben sem szoktam megnevezni. De ön tudja, hogy ki volt, tehát ez nem egy névtelenül eljuttatott anyag. Nem, én pontosan tudom, hogy kitől kaptam. Megnéztem azt, hogy ez hát lehet-e olyan dolog, ami valami fajta kreált dokumentum, de hát arról meg tudtam győződni, hogy ez egy valódi dokumentum. Hát amennyire utólag rekonstruálni tudtam, ez egy munkaverzió volt, tehát valóban nem a megrendelőnek már véglegesen átadott tanulmány. Úgy éreztem, hogy hát erről rögtön érdemes tájékoztatást adni, és utána érkezett mind ugye a két érintett non-profit Kft. Vezetőjétől, Gyutai Csabától, L. Simon Lászlótól, aki korábban örökségvédelmi államtitkár volt, ez a két cég a miniszterelnökség alá tartozik, tehát a miniszterelnökségtől is kaptam választ, L. Simon László, illetve Gyutai Csaba pedig leveleket írt, és kérésüknek megfelelően ezt az index változtatás nélkül közöltem. Amiben egyébként egymásra mutogattak, és mindjárt eljutunk majd idáig is, ugye a Várgondnokság Közhasznú Kft.-nek, ez egy non-profit Kft. A vezetője Gyutai Csaba, és úgy tűnik, hogy ebben a történetben alig ha nem ő fog a legnagyobbat bukni, mert hogy az ő esetében, ugye ez a te első cikkedben is benne volt, hogy ő magának ingyen kiutaltatott lakást a várban, de más nevetségesen áron aluli kiutalásokhoz is volt köze, volt olyan eset, ahol ez a saját lányának a javára történt, voltak más esetek, ahol 5000 forintért adtak, nyilván nagyon sokat érő lakásokat havonta, egészen nyilvánvalóan áron alul. Tehát, hogy ezt a balhét ő valószínűleg mindenképpen el fogja vinni, hiszen azóta látszik is, hogy L. Simon László is egyértelműen elismerte, hogy ez még számára is durva, ami itt történik, csak magát próbálta mentesíteni, hogy már volt korábban egy belső vizsgálat, és akkor már Gyutai Csabát ő felelősségre vonta, és Lázár János tájékoztatta is, és ő arról nem tett, hogy Lázár János ezek után nem, hogy nem szabadult meg tőle, de még további pozíciókhoz juttatta. Gyutai Csaba pedig L. Simon Lászlót nevezi hazugnak, de azóta a Magyar Nemzet már azt is megírta, hogy egyébként el fogják bocsátani alig, ha nem pillanatokon belül. Tehát ez az ember egy szokatlanul szemérmetlen szereplője egy ilyen történetnek, akit éppen ezért bukni hagynak már az elvileg elv barátai is, vagy egy bűnbak, akire most rá fogják tolni mindazt, ami a várban történt, anélkül, hogy minden az ő felelőssége lenne.
Hát ebben a hosszú kérdésben szinte mindent elmondtál, amit én tudok erről a dologról. Nekem az egyértelmű, hogy tehát Elsimon László és Gyutai Csaba ebben a bizonyos két hozzánk eljutatott levélben valóban egymásra mutogat, tehát valamiképpen ugye egymást kizáró állításokat tesznek. Először Elsimon László levelét kaptuk meg, ő határozottan azt mondta, hogy korábban közbeszerzésekkel kapcsolatban ő már kénytelen volt figyelmeztetést adni, ezt jelezte Lázár Jánosnak is. Tehát gyakorlatilag az ő állításából ugye az jött ki, hogy ő egy éve már nincs államtitkári pozícióban, ezek a megállapítások azóta történtek, őt semmilyen felelősség. Tehát ha voltak visszaélések, azok az ő ideje után történtek, igen. És egy olyan embernek köszönhetően, akiről ő már korábban megállapította, hogy valami baj van, és ezt jelezte is, és hát igen. Ezért elég nekem... egyértelmű az a célzás, hogy és akkor ehhez képest ezek után még további feladatokat kapott. Igen, tehát gyakorlatilag úgy látszott ebből a levélből, hogy mondjuk Elsimon László, nevezzük így, lefelé, meg fölfelé is konfliktusban van, tehát mind Lázár János, mind Gyutai Csaba felelősségét szeretné megállapítani, nyilvánvalóan a sajátját nem. Nekem az megnyugtató volt egyébként, hogy minden ilyen hát hivatalos levél bizonyos szempontban megerősítette a cikkünket, tehát mindenki elmondta azt, hogy van átvilágítás, mindenki jelezte azt, hogy van szabálytalanság, csak valamiképpen vagy ennek a mértékét próbálták csökkenteni, vagy mint a forró krumplit dobálták egymás között a felelősséget. Ugye a következő levél az Gyutai Csabától érkezett, ő cáfolta, hogy ő bármilyen figyelmeztetést kapott volna, és azt mondta, hogy az ő juttatásai, és gondolom, hogy itt például erre a szolgálatilag minősíthető lakásra gondolt, azok főnöke tudomásával voltak ezek a juttatások. Tehát ő bizonyos szempontból azt mondta, hogy hát ő egy örökölt pozícióban volt, és ami neki járt, azt nem ő találta ki, hanem hát azt a főnökétől kapta. És akkor ezek után, hát végül is a leginkább Lázár János hárított, aki a kormányinfó meg azt mondta, tehát fogalmazzunk így, bagatellizálta az egészet, nem zárult még le ez a vizsgálat, talán nem is vizsgálatnak nevezte, hanem átvilágításnak. Ennek az a célja, hogy új feladatot kapjon ez a két non-profit szervezet, ha majd kell valamit lépni, akkor talán lépnek, de csak június 30-án várható egyáltalán valami. Hát nekem úgy tűnt abból, amit én láttam, vagy amit betekintést tudtam nyerni, hogy hát nehéz lenne azt mondani, hogy mondjuk itt valami fajta következmény, valami megállapítás nélkül zárulhat ez a dolog, hiszen akkor borzasztó rosszul végezték a munkájukat az átvilágítók, mert ők olyan méretű szabálytalanság mennyiségről beszélnek, amit hát nagyon-nagyon jó indulattal lehet adminisztrációs, vagy iratkezelési, vagy ilyen problémáknak is tekinteni. És mondjuk némi malíciával és pestiesen szólva, akár azt is mondhatnánk szerinted, hogy szétlopták a várat? Hát én úgy éreztem, hogy ezekből a, tehát ilyen mennyiségű megállapítást, ilyen tételeket, hát utalnak ott mindenféle áron alul, tehát elmaradt haszonra, áron alul kiadott mind üzlethelyiségekre, mind lakásokra, szabálytalan közbeszerzésekre, akár uniós támogatások visszafizetési kötelezettségére. Milyen nagyságrendű összegekről lehet itt szó? Hát ez már eléggé olyan valószínűségszerűen volt megfogalmazva, hogy szélsőséges esetben akár 8-9 milliárd forint, azt hiszem egy ilyen mondatra emlékszem, ez ha jól emlékszem, annak kapcsán merült föl, hogy különböző várakat uniós forrásokból felújítottak, vagy hát próbáltak üzemi költség szinten már rentábilissá tenni, és amennyiben ezek a vállalt, mondjuk bevételt, vállalt látogatói létszámot nem hozzák, ezzel kapcsolatban is lehetnek visszafizetési kötelezettség. Ugye ez az egész ez úgy került bele a vidéki várak, illetve kastélyok ebbe a történetbe, hogy ennek a Várgondnokság Kft-nek, amelyik a budai várért is felel, ennek ilyen jellegű vidéki várakkal és kastélyokkal kapcsolatos feladata is voltak. Elképzelhető szerinted, hogyha ilyen léptékű visszaélések történtek, akkor azt két ember, Gyutai Csaba és a helyettese egyedül elkövethette volna? Én valahogy úgy fogalmaztam a cikkembe, hogyha a miniszterelnökség erről tudott, akkor hát az a baj, ha nem tudott róla, az a baj. Tehát nem tűnik úgy, mintha ezek az intézmények, ha valóban ilyen szintű szabálytalanságok előfordulattak, hát megfelelően voltak kontrollálva. Természetesen az eléggé határozottan körvonalazódni látszik, hogy Elsimon László ugye azt említette, hogy ez az elmúlt egy évet nézi ez a vizsgálat, de nagyon úgy tűnik, hogy nem. Tehát a Várkertbazár fejlesztésével kapcsolatos, az üzemeltetésen túl a fejlesztéssel kapcsolatos. Ami alig, hanem akkor azt jelenti, hogy neki is lehet felelőssége. Inkább elmúlt évekről beszélnék, és akkor gyakorlatilag, hát amennyire ugye én most látom, nem ismerem ezeknek az embereknek a egymás közötti személyes viszonyát, de hát itt azért több konfliktus is körvonalazódni látszik. Tehát én azt gondolom, hogy
valakinek valamilyen szinten felelősséget kell majd ezért vállalnia. Én nagyon remélem, hogy nyilvánossá fogják tenni, amikor állítólag egy hónapon belül elkészül ez a végleges tanulmány. Hát, és akkor ennek büntető jogi következménye is kéne, hogy legyen, ugye, ha a sajtóértesüléseknek hinni lehet, akkor a két non-profit KFT vezetőjét és helyettesét felmentik. Na de, hogyha itt ilyen mértékű visszaélések történtek, akkor ennek kéne, hogy legyen további következménye is. Nekem az egészben az a legfurcsább, hogy én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy de volt olyan, hogy már felmentették, fel fogják menteni, egyáltalán nem mentik föl. Tehát itt, mintha valami zavar lenne, én nagyon remélem, hogy nem arról van szó, mint amit ugye korábban egyszer a miniszterelnök Rogán Antalról mondott, hogy minél inkább támadják, ő annál inkább fogja védeni. Tehát remélem, hogy tényleg nem úgy működik az ország, hogyha mondjuk feltárunk szabálytalanságokat egy mondjuk fideszes politikusról, akkor a mögött össze kell zárni, és akkor is meg kell védni, hogyha valóban elkövetett valamit. Hát ráadásul, ha jól értem, bár te kétségkívül egy Pulitzer emlékdíjjal elismert oknyomozó újságíró vagy, és nagyon sok izgalmas történetet jegyzel úgy, hogy az első pillanattól te nyomoztad ki, de itt te kaptál egy átvilágítási anyagot, tehát valakinek már a miniszterelnökségen fel kellett, hogy tűnjön, hogy baj van. Azt tudod, hogy miért indult el ez a folyamat? Ezt nem tudom. Én egyébként az elmúlt egy-másfél évben azért, hogy találkoztam olykor-olykor a Várkertbazárhoz kapcsolódó történetekkel, tehát lehet, hogy mondjuk ilyen jelzések, amik újságíróként eljutottak hozzám, eljuthattak máshoz is, de csatlakozva a kérdésedhez, én azt érzem ebben egy elég erős jelzésnek, hogy nem belső ellenőrök, nem a miniszterelnökség emberei nézték meg a mondjuk a Várkertbazár vagy a Budai Vár gazdálkodását, hanem könyvvizsgálók, ügyvédek, tehát külső erők. Én azt gondolom, hogy ennek valamiképpen olyan célja lehetett, de hát ez csak sejtés, erről nincs információm, hogy hát valamilyen cserében gondolkodtak. Ugye Lázár János azt hiszem úgy mondta, hogy valamilyen összevonásban gondolkodtak, tehát ennek a két non-profit szervezetnek egy új működési struktúrájába. Én őszintén szóval azt gondolom, hogy ennél azért erősebb okai is lehettek ennek a vizsgálatnak. Az, hogy már gyanakodtak valamilyen szabálytalanságra, vagy egészen új alapokra akarták helyezni a működést, ezt tényleg nem tudom, de hát... Ez lehet egyszerűen egy belharc is? Lehet. Tehát én nekem az volt az érzésem, hogy az elmúlt mondjuk 7 évben nagyon-nagyon ritkán találkoztam olyan történettel, amikor mondjuk egymást követő kormányközeli garnitúrák valami gazdasági ügyben egymásnak estek volna. Egy ilyenre emlékszem, ahol ez nagyon átjött, az Exim Bank által bérelt Lánchíd palota története. Ott egymást követő két ugye kormánypárti csapat büntető feljelentésekkel is támadta egymást, hűtlenkezelés, rossz szerződés, előnytelen szerződés ilyen ügyekben. Itt nem tudom, hogy ennyire erős a helyzet, és az elmúlt napok eseményei hát azt mutatják, hogy ugye a levelezés szintjén megindult egyfajta felelősség hárítás, de én még ugye nem találkoztam olyan valódi következménnyel, hogy akár valakinek az állásába került volna, vagy maga a kormányzat tett volna feljelentést. Ellenzéki pártokról lehetett hallani, hogy hát próbálnak ebben az ügyben információhoz jutni, és hogyha kell, akkor feljelentéssel is élni. Hát én természetesen azt gondolom, hogy ha nem bántak felelősen az adófizetői pénzekkel, akkor azt ki kell vizsgálni, és hát ha minden szabályos volt, akkor majd egy vizsgálat eredményeképpen tisztázzák magukat a felelősök, de abból az anyagból, amiben én hát bele tudtam nézni, abból úgy néz ki, hogy hát legalábbis ezek a szakértők, akik átnézték a különböző szerződéseket, egy olyan megállapítás is volt egyébként, hogy nem teljesen volt együttműködő a két non-profit szervezet vezetése, tehát hátráltatták a munkájukat. Hát úgy tűn nekem ebből, hogy itt azért olyan dolgokat találtak, ami legalábbis egy vizsgálatot indokoltá tehet. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm szépen.